Sziasztok! Ez itt a Kultúrasztal, a Golgota Rádió irodalmi és kultúrműsora. A mikrofonnál a műsor szerkesztő műsorvezetője, Majoros Szidónia. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Kultúrasztal, a Golgota Rádió műsorán. Én Majoros Szidónia vagyok, a műsor házigazdája, szerkesztő műsorvezetője, és a mai nap különleges öröm, mert egy sorozatot indítunk Shakespeare halálának 400. évfordulója alkalmából. Minden egyes adásban, az elkövetkezendő néhány hétben Shakespeare egy-egy drámáját fogjuk górcső alá venni, ismert irodalomtörténészekkel, színészekkel, rendezőkkel, akik az adott drámával érdemben foglalkoztak, és ők fognak tanítani minket, és beszélgetünk az adott shakespeare-i műről. Nem lesz ez másképp ma sem. Első adásunkban a Lear királlyal fogunk foglalkozni, Shakespeare egyik nagy tragédiájával. Vendégünk pedig dr. Gellért Marcell, az ELTE docense, akit szeretettel köszöntünk a beszélgetésben. Hát én is jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és hát mindenek előtt megköszönöm a megtisztelő meghívást a műsorban. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk, tanár úr. Lear király a mai beszélgetésünk témája, Shakespeare egyik nagy tragédiája, ugye a Hamlettel, az Otellóval és a Macbettel együtt a Lear királyt nevezzük Shakespeare egy nagy tragédiáinak. Hogy lehet ez, hogy az említett négy tragédia az, amit Shakespeare nagy tragédiáiként tartunk számon, és nem például a Rómeó és Júliát, ami szerintem a köznép számára az egyik legismertebb Shakespeare tragédia? Ez érdekes dolog, igazából irodalomtörténeti bizonyíték arra nincsen, hogy már a maga idejében kialakult volna ez a csoportosítás, és megkülönböztették volna ezt a négy darabot. A korabeli Shakespeare-korabeli színházi népszerűsége a daraboknak korán sem indokolja ezt a megkülönböztetést. Tudjuk például, hogy a Titus Andronicus, amelyet évszázadokon keresztül gyakorlatilag hanyagolt a színpad is, és a kritika is, és megtagadták Shakespeare szerzőségét a tanulatot, mondván, hogy ilyen rossz darabot Shakespeare nem írhatott, sokkal népszerű volt, mint a nagy tragédiák némelyike a maga korában. Tehát ez nem feltétlenül színpadi népszerűségből következik. Egy kritikai hagyománynak az eredménye, hogy végül is ez a négy darab vált a nagybetűs, nagy eses Shakespeare-i tragédiává. Talán azért, mert rengeteg rokonvonást mutat ez a négy darab, egyfelől, másfelől pedig hát igazából ezek a legtragikusabb, ha egyáltalán meg tudjuk határozni, mi az, ami tragikus, és mitől tragédia, ezek a legveretesebb, legfajsúlyosabb, legfilozofikusabb, legteológikusabb, legfontosabb kérdéseket feszegető, és mindezt a legmagasabb költői intenzitással tevő drámái Shakespeare-nek. Én azt hiszem, hogy ez lehetne rá a válasz. Azzal van összefüggésben esetleg a nagy tragédiák megkülönböztetése, hogy hány haláleset történik a darabban? Tehát azért itt feltűnően sok a vérontás, vagy a haláleset, vagy a tragédia, mint olyan önmagában még nem előfeltételezi azt, hogy ekkora számú halálesetnek kellene végbe mennie a darabban. Hát egy bizonyos számú hullának azért illik lenni egy tragédia végén, az átlag 8. Én ezt úgy nagyjából átszámoltam, és ez nem csak Shakespeare-nek a tragédiáira jellemző ez a száma, hanem úgy a kor, tehát az Erzsébetkor, Jakabkorban keletkezett tragédiák többségében, hogyha átlagolunk, nem mint hogyha a statisztika sokat mondan, amikor drámákról beszélünk, akkor ez a 8 úgy nagyjából ez az átlag. De például megint csak a Titus Andronicusra kell hivatkoznom, ott 11 halott van. Tehát nem ez adja meg egy tragédiának a fajsúlyát feltétlenül, hogy hány halott van benne. Még csak az sem, hogy hány szereplőt ölnek meg a színpadon a nézők legnagyobb gyönyörűségére, vagy borzadására. Ugye vannak olyan darabok, amelyekben a halál, például Macbeth, ugye, ahol maga a drámai tett, az a színfalak mögött történik a belső térben, amelyet nem látunk, és csak a Lady Macbethnek a képzeletén keresztül, ahogy próbálja a képzeletben kísérni az eseményeket, szerzünk tudomást arról, hogy mi történik odabent. Tehát egy előrevetített és az emlékezés után visszahívó gyilkosságról az, amit nem látunk. Tehát megfosztotta már Shakespeare is valamilyen dramaturgiai megfontolás, vagy pszichológiai megfontolás révén, megfosztotta a közönséget attól a gyönyörűségtől, hogy lássa magát a gyilkosságot. Ezt a filmrendezők általában nem szokták követni, és színre viszik magát a tettet is. Tehát én nem hiszem, hogy feltétlenül a haláloknak a száma a
adná meg egy tragédiának a súlyát, hanem mindaz, ami magához a halálhoz, mindaz, ami a halandósághoz kötődik, és amilyen mélységben ez a problémakör feltárul egy tragédia során. Elhoztam ma a Lír király kapcsán a kiinduló történet, nagyon meseszerűnek tűnik, kezemben Benedekelek több sincs királyfi című mesegyűjteménye, amelynek az egyik legismertebb meséje a Só, bizonyára a hallgatóink és a nézőink is ismerik, adott egy öreg király, akinek van 3 lánya, és fel akarja osztani közöttük a mese szerint a 3 országát, vagy 3 királyságát, az szerint a rendezőjel szerint, hogy melyik lánya szereti őt a legjobban, felteszi nekik ezt a kérdést, és a kérdésre adott válaszok alapján igyekszik eldönteni, hogy melyik lány melyik országot kapja meg. Maga a Lír király története kísérteties hasonlóságot mutat a Só című mesével és a kiinduló pontjával. Mi lehet ennek az oka? Tehát nyilván a népmesék is valami nagyon ősi történetre mennek vissza. Előfordulhat, hogy valami közös forrásból táplálkozik ez a népmesei jellegű hagyomány, ami a Lír királynak a kiinduló pontja. Tehát mi lehetett Shakespeare forrása, vagy milyen források aratám támaszkodott a Lír király megírásakor? Biztosan támaszkodott, és nem csak ennek a darabnak az esetében, hanem sok más darabja esetében is a népképzeletre, és a népmes hagyományra is. Ugyanis a korabeli népszínházaknak, vagy nyilvános színházaknak nevezzük inkább így, közönsége számára nagyon fontos volt az, hogy valamire ráismerjenek egy darab kapcsán. Tehát ez rögtön adott egy kötést a színpad és a nézőtér között, hogyha nem csak csupa ismeretlen történelmi, mitológiai, kultúrtörténelmi, stb. Veretes nevek léptek fel a színpadon, hanem rögtön tudtak kapcsolódni egy történethez, és nem véletlen, hogy a meseszerűsége ennek a történetnek csak az elején van meg. És abban a pillanatban, ahogy egy kicsit komolyabbra fordul a történet, abban a pillanatban, hogy teljes nagyságúban lépnek elő a szereplők, és a típusokból jellemek lesznek, abban a pillanatban a mese átvált a drámába. De a drámai nyersanyag a Shakespeare-nek is már eleve meseszerű volt, tehát tudjuk, hogy rengeteg forrásból táplálkozott a Lír király megírása esetén is, sőt, tehát a Lír az egyik leggazdagabb. Hollinshed krónikáját úgy tudom, hogy használta például. Hollinshednek a krónikáit használta, de Hollinshed krónikája részben visszamegy az Előjárók tükörére, ami néhány évtizeddel korábban, ugye a 16. század közepén jelent meg először a nyomtatásban, összesen 558-ban, több kiadást megért, mire eljutott Shakespeare a Lír királyig. És hát ugye mind az Előjárók tükörre, mind Hollinshednek a krónikája egy nagyon-nagyon ősi krónikára megy vissza. Egy 12. századbeli angol krónikás, aki az angol történetesnek az atya, Geoffrey of Monmouthnek a Historia Britonomi latinul írt krónikája, az első igazából professzionális angol történelmi munka, amely feldolgozza a kelta Britanniának a történetét, és hát ennek az agyának a jelentős része azért legendákból áll össze, tehát nem tényleg a történelmi adatokra épít, hanem legendákat dolgoz föl, úgyhogy Lír, vagy Leír, vagy Leár, sokféle névváltozat szerepel, a 7. időszámításon kerületi 7. századba kell visszamennünk, tehát Monmouth oda teszi Lírnek az uralkodását, tehát semmi alatt nem maradt, nem tudunk róla. úgyhogy eleve a szakmai tekinthető forrásanyag is, az eredetét tekintve meseszerű, ugyanis legendákból táplálkozik. És hát ez izmosodott kvázi krónikává, vagy történelemmé, mire Shakespeare kezővette Hollinshednek a krónikáját, de ez csak az egyik történetre vonatkozik, ugye ennek a darabnak a különlegessége, és ezért rendhagyó még a nagy tragédiák körében is, hogy két történetből áll össze. Ugye bár a két történet azért elég komoly hasonlóságot mutat sok szempontból. Nagyon sok hasonlít, de ez a komédiáknak a sajátossága, hogy két-három, sokszor 4 cselekményszál fut párhuzamosan, egymással és bizonyos pontjain a darabnak a dramaturgiai megfordulások alapján összetalálkoznak, megint szétválnak egymást, az a Szent Ivánnai Állam az egyik legjobb példa erre. Ahol 4 különböző cselekményszálból szövi össze Shakespeare a drámának a szövetét, egy egységes történetté, és az az egyetlen olyan tragédiája Shakespeare-nek, amely nem egy cselekmény. Az összes többi tragédiájában gyakorlatilag egyetlen cselekményszál vonalán történik minden, és ehhez kötődik az összes szereplő. A Lír király két teljesen különböző, történetileg is egymástól teljesen elkülönítető cselekményt dolgoz egybe. Ez az említett Lír király is.
három lánya története, ami, igen, aminek amiről, egyébként, amiről beszéltél az előbb. Igen, elfelejtettem mondani a legfontosabb forrást, ugye most a kvázi történeti forrásokról beszéltünk, igen, de van egy drámai forrása is, ami talán mindennél fontosabb. Nagyjából 10 évvel, de talán lehet, hogy több, ugye 604-605-re teszik a Lír király keletkezését, és azt is tudjuk, hogy 594-ben színpadra vittek egy korábban írott darabot, a Leír király című darabot, ami egy melodráma. De van a joknál fogva, nem tudjuk. Nem tudjuk, a szerzőségéről egyre nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy Shakespeare épített rá, használta, azt tudjuk, hogy sokáig színpadon volt, 594 előtt is, tehát egy nagyon korai Erzsébet-kori drámáról van szó, tragédiáról van szó. Tényleg krónikás játék. The True Chronicle History of King Lear, ez az angol címe, tehát igaz krónikás története Lear királynak. És számtalan párhuzamot mutat a Lear cselekménye, a Shakespeare Lear-nek a Lear cselekménye ezzel a történet, ugyanis abban nincs Gloucester cselekmény. Mm. Tehát az Shakespeare más forrásból vette, Sidney, Sir Philip Sidney-nek az Arkádiájából kölcsönözte a Gloucester cselekmény szálat, és hát ezt a két szálat szőtte össze, és ezért is nem szeretném ezt így kimondani, de több ez a darab, mint a másik három nagy tragédia, mert egyszerűen összetettebb, bonyolultabb, sűrűbb szövésű és két cselekményszálon futó, cselekményen dolgozik, ami mondom teljesen rendhagyó a korban is, és Shakespeare dramaturgiai gyakorlatában is. Úgyhogy, hát és részben ennek köszönhető, hogy a kritika nagyon hosszú időn keresztül hát nem, hogy mellőzte, nem adta meg neki azt a rangot, amit a többi nagy tragédiának megadott. Pontosan ezért, mert nem tudták hova tenni ezt a kettős, ezt a sztereofon dramaturgiát, hogy így mondjam, hogy miért van szükség még egy cselekményszára, amikor másképpen, de nagyjából lényegében ugyanazt mondja, mint a fő cselekmény. Yeah, szóval ez egy de sokkal... De azt gondolod minden esetre, hogy a gloszteres cselekményszál csak gazdagítja a Lír királyt? Természetesen. De a Lír cselekményszál ugye egy meséből indul ki, teljesen meseszerű a kezdet, a Gloucester cselekményszál pedig egy nagyon-nagyon konkrét, valós alaphelyzetből indul ki, amelyre mindenkor minden olvasói színházba járója rögtön ráismerhet és kapcsolódhat hozzá. Tehát az egyik egy fiktívebb történet, elindul, a másik pedig egy sokkal konkrétabb valósághoz közvetlenül kötődő cselekménnyel, és a kettő így egészíti ki egymást. És hát ugyanakkor, miután drámáról van szó, nem csak az analógiák fontosak, tehát mennyiben rokon a két cselekmény, és mennyiben rokoníthatóak a főszereplőnek a cselekménynek, hát ezt azt hiszem, hogy aki olvasta a darabot, vagy aki látta a színpadonnak evidens, hogy ugyanúgy két családról van szó, az egyikben egy öreg király és három lány, a másikban egy öreg udvaronc, és a két fia, a három lány közül kettő gonosz, egy jó, a két fiú közül egy gonosz, egy jó, és nagyjából hasonló dolgok történnek. Hasonló sorsot kellene szenvednie mind a két főszereplőnek, és a darabnak a vége felé össze is találkozik, össze is fonódik a sorsuk. Úgyhogy talán ez megint a közönség felé tett gesztus is részben Shakespeare részéről. Egyfelől megbonyolítja a tragédiát, fajsúlyosabban, bonyolultabban, összetettebbé, nehezebben átláthatóvá teszi. Másfelől viszont az analógiák révén közelebb hozza, ugye, mert egy Lear, egy időszámítások előtti 7. századi brit uralkodónak a történetéhez mi köze van a 17. század elején az angol közönségnek? Egy Gloucester történetéhez viszont sokkal több köze van, mert ott ismerősebbek a figurák, ismerősebbek talán még a helyzetek is. Illetve amikor Gloucester történetén gondolkozom, akkor nagyon erősen eszembe villan a Bibliából a tékozló fiú története. Tehát én nagyon látom ott a párhuzamot, és szerintem a tékozló fiú pont ez az, hogy atyám, add ki a jussod, add ki az áldást, és majd én kezdek vele, amit akarok. Tehát ez egy olyan ősélményünk, azt hiszem, hogy talán ezért is tud egy átlag néző, vagy egy olvasó jobban viszonyulni a gloszteri szához, mert jobban, talán jobban vonatkozik a saját megéléseinkhez, mint a Lear vonal. Most, hogy a Biblia szóba került, hát nem ez a legbibliásabb darabja Shakespeare-nek. Talán azért, mert ugye pogány időkben játszódik a cselekménye. Nem ebben van a legtöbb bibliai utalás, a bibliai idézet, a bibliai szövegrészlet.
De teljesen egyértelmű, hogy a jobb történet járhatott Shakespeare-nek a fejében, amikor ezt, és mind a két cselekményszára egyértelműen ugyanúgy vonatkoztatható, vagy mind a két cselekményszám visszavezethető jobbnak a történetére, hogy mi történik egy emberrel akkor, hogyha mindenét elveszik tőle. Most nem feltétlenül egy égi hatalom, hanem egy földi hatalom, egy emberi hatalom a saját gyarlóságnak a következménye, ami ugye jobb esetben nem így van. De ettől függetlenül rengeteg a párhuzam jobb története. És vagy a hosszú törésről akár, hogy Laster története. Jobb is hosszú törő volt, mint igen, Lír. Igen. És valamiféle hit azért ennek a darabnak a végén is, ha nem is egy konkrét valamilyen felekezetnek a nézeteivel, meggyőzésével beazonosítható istenit, mégiscsak feldereng ennek a darabnak a végén. Én rengeteg mindent olvastam a Lírről, és annak, amit olvastam, a többsége nagyon sötétnek, túl sötétnek látja ezt a darabot, aki egyenesen apokaliptikusnak tartja, egy apokaliptikus víziónak. Ugye Jánk ott is a híres Lír tanulmányában, amelyben Beckettnek a végjátékával ugye veti össze, hogy a Shakespeare-nek a végjátéka, és hogy ez egy ilyen apokaliptikus látomás a világ végéről. Ezért is van két cselekményszálon nagyjából ugyan a történet elmondva másképpen és más szereplőkkel. Ebben a darabban legalább olyan hangsúlyos a mindaz, amire egy jobb történet taníthat bennünket a Bibliából. Ez nem csak hatalomról, hatalomvágyról, brutalitásról, gátlástalanságról, önzésről, kegyetlenségről, elutasításról, szívtelenségről szól, ennek az ellentetjeiről is ugyanúgy szól az alázatról, ugyanúgy szól a szeretetről, ugyanúgy szól az engedelmességről, ugyanúgy szól a megbocsátásról. Természetesen áldozatok árán, hát tudjuk, hogy ahhoz, hogy a rendet valamiféle etosz, hogy erkölcs szellemében fölösen tartani világváltozatokra van szükség. A dráma eredetileg egy vallásos rítusból, mind a ókori görögség idején, mind a 9-10. Századi keresztény Európában vallásos rítusokból nőtt önálló performatív későbirodalmi műfajjá is, és a jó dráma az mindig is megőrzött valamit abból a vallásos töltésből, abból a ritális töltésből, amelyben fogant. És hát a Lír királyban azért nagyon sok minden szívet melegítő, melengető élmény feltalálható, hogyha kell nyitottsággal olvassa az ember, szemüvegek nélkül, és hogyha olyan produkciót lát, amely pártatlan, és amely megnyitja a darabnak azokat a rétegeit is, amelyeket a felszínen mindaz a nyersesség és brutalitás és borzalom, amivel szembesülünk, a két embernek a sorsában elfed. Mi lehet az oka annak, hogy a Lír király különösen is népszerű a magyar színpadokon? És nem csak a magyar színpadon, tehát amennyire tudom, a magyarországi recepciója világszinten is élen jár, tehát a Shakespeare darabok között Magyarországon a leginkább játszott darab a Lír király, és nagyon sok fordítása is készült. Mi lehet ennek a különlegesen élénk érdeklődésnek és népszerűségnek az oka? Talán ez a szenvedésre hangoltsága ennek a népnek, hogy ez is oly sokat tűrt, mint ennek a darabnak a főszereplői, és valahogy egy ilyen passiószerű történetté formálva saját történelmét ebben látja a megigazulás és a megváltás lehetőségét. Érdekes dolog, hogy talán a kezdet itt meghatározó lehet, hogy 1838-ban adták elő a Lír királynak a Lír királyt a Pesti Magyar Színházban, a Várszínházban, és ez volt az első Shakespeare előadás Magyarországon. Kolozsvárott már 812-ben volt egy előadás, ugye az első fordítás a Sófavi Józsefnek a fordítása alapján. A 838-as előadást Vajda Péter és Jakab István közös munkájának a gyümölcse és Egressy Gábornak a felkérésére fordították le a Lír királyt. De ők már az angol szöveget is használták, vagy csak a német szöveget használta, főleg Schrödernek a szövegkönyvét. Ők már, Jakabék már használták az angol szöveget is, ugye ez már egy hiteles fordítás, és hát az első Magyarországon, tehát Budapesten, a Pesti Magyar Színházban előadott Shakespeare darab, az a Lír király volt, tehát ez szerintem úgy meg is határozta nagyjából a kultikus helyét ennek a darabnak.
hogy ezen keresztül ismerette meg a magyar közönség Budán Shakespeare-nek a drámaművészetét. Meg hát ennek a darabnak a gazdagsága, szóval nagyon sokan azt kifogásolták a darabban, hogy ez színpadon előadhatatlan. Ugye a romantikában hihetetlen magas pédesztára tették Shakespeare-t, nem csak a költők, nem csak Coleridge, Keats és Shelley, akik sokat reflektáltak is rá versekben és esszékben is. Elsősorban a költői erényeit, a költői intenzitását és a képzeletvilágának az intenzitását méltatva benne. Egyfelől másfelől pedig kifogásolták a színpadi előadhatatlanságát. Tehát, hogy ez annyira túlírt ez a dráma, annyira túltelített, túltöltött, olyan bonyolult, olyan sok minden van benne, és annyira intenzív a indulati töltés, hogy nem lehet eljátszani. Tehát nincs a színész, aki Lírkirályt el tudja hitelesen játszani. Nincs a színész, aki Rostert el tudja hitelesen játszani. Tehát, hogy nem színpadra van, ezt kifogásolták. Charles Lamb, a híres 19. elejé kritikusnak is ez volt a kifogása ellene. És ezt még Bradley is, A.C. Bradley, aki a század elején ugye elindította a modern Shakespeare kritikát gyakorlatilag, a modern Shakespeare atya, ő is hasonló kifogásokat emelt a darab ellen, hogy egyszerűen nem színpadra való, ez egy fantasztikus költői mű, páratlan Shelley egyenes, azt mondja a Költészet védelmében címírásában, hogy ez a drámai költészetnek az abszolút meghaladhatatlan csúcsa. De nem vették észre azt a zseniális dramaturgiát, amivel ez a darab megvan alkotva, és azt hiszem, hogy ez az összetettség, ez a gazdagság egyfelől, ami indokolja azt, hogy előre került a kronológiai elsőbsége másfelől, és hogy rendkívül hálás szerepek, szóval ennél nagyobb kihívás egy színész, egy Egressy Gábor számára nem lehetett, vagy később ugye a filmeket nézzük, egy Orson Welles számára, egy Paul Scofield számára, vagy egy Laurence Olivier számára, ennél nagyobb kihívást még a Hamlet sem jelent, mint hogy Lear-t eljátszani. El is hoztam az emlegetett verziót, a Laurence Olivier főszereplésével készült verziót, 158 perces, 2,5 órás. Igen. Hát, tehát egyszerűen alátámasztja ezt, amiről beszélsz, hogy szinte feldolgozhatatlan, mert szerintem a 2,5 óra hosszás film hosszúság már nagyon feszegeti nézőként a határokat. Igen. Tehát az egy dolog, hogy most már van lehetőségünk arra, hogy belepauzáljunk, és az ember közben kimenjen is, hozzon magának egy teát, vagy egy nem tudom akármit, de hát még ezzel együtt is azt gondolom, hogy valóban már csak a hossza is egy feldolgozásnak, és színházban ugyanez. Nehézkes lehet hosszú a feldolgozása. Már csak Hamlet hosszam. De hát vágatlanul, tehát hogyha teljes szöveget adják elő, akkor ez még hosszabb. És hogyha olyan tempóban, hogy a költőiségre, a mondhatóságra és a költőiségre is odafigyelnek, hogy a fület is gyönyörködtessék, a néző fülét is, és ne csak a szemét, akkor ez 3 óránál is többre rúghat. Az előbb még, amikor a első magyar Lírkirály adásról beszéltem, elfelejtettem mondani. A Pesti Magyar Színház. Nem a Kolozsvárit, a Pesti Magyar Színház. A Shakespeare, magyar színházi Shakespeare kultusz kezdetét. Akkor elfelejtettem mondani, hogy ez azért is jeles dátum, és annyiban is rangjelzi a magyar Shakespeare színházi Shakespeare kultusznak az indulását, hogy ugyanebben az évben, 1838-ban adták elő először a vágatlan eredeti Shakespeare szöveg alapján a Lírkirályt. Ugye Charles MacReady, aki ő maga volt a szöveggondozó, ő maga volt a rendező, és ő játszotta a főszerepet is a Királyi Színházban. Ő tért vissza először, 1838-ban ő tért vissza először az eredeti Shakespeare-i szöveghez. Hát ha egyáltalán létezik ilyen, hogy eredeti Shakespeare-i szöveg, mert előtte 150 éven keresztül egy melodramatizált változatát játszották az angol színpadokon. Tehát annyira elviselhetetlenek tartották a restauráció korában ennek a tragédiának a súlyát, és azt a tömény borzalmat, amiről ez a darab szól, és az a tömény kétségbeesést, amire készteti a nézőt, hogy visszatértek a Lear király melodramatikus változatához, amelyben nincsen Gloucester cselekményszál, és amelyben Shelley és Herb Cordelia nem hal meg a darab végén, hanem ugye a francia hadseregnek a segítsége visszaszerzik a hatalmat a gonosz lányoktól, akik természetesen meghalnak, mert az új világban nekik nincsen helyük. Lear visszakapja a trónját,
tehát újra ő lesz Britanniának a királya, és Cordelia is visszakapja az elvesztetteit és rangját. Úgyhogy az egy melodramatizált változat, és 150 éven keresztül Nahum Tate kezdeményezésére és az általa átírt változatot szem előtt tartva. Azért a hallgatóink kedvéért mondjuk el, hogy ki ő, tehát ő egy koszorús költő volt, körülbelül 100 évvel Shakespeare után élt, és amiről tanár úr beszél most nekünk, ez az ő egy dublini születésű szerző volt, aki aztán később átköltözött Londonba, és költőként híresült el, de mégis a legismertebb munkái talán a színházhoz kötődnek, és a Lear királyhoz kifejezetten. Igen, és az 1780-as évektől, talán 81 a pontos dátum, ebben nem vagyok biztos, attól kezdve játszották az angol színpadon, azon a néhány kevés angol színpadon, amelyet életre hívtak, ugye, a restauráció után, aztán csak királyi színház volt, ezt a Tate-féle melodramatizált változatot, és ez 150 éven keresztül uralta az angol színpadokat, és mondom, hát MacReady volt az első, aki restaurálta, gyakorlatilag darabot is visszatért az eredetihez, és vágatlanul a teljes szöveget adta elő akkor a 38-as királyi színház előadáson, és akkor kapta vissza a méltóságát, a régi rangját és a régi méltóságát az eredeti Shakespeare darab. Tehát a 17. és 19. század között gyakorlatilag ez a nézőbarátabb verzió futott, ahol gyakorlatilag megmenekül Lear és Cordelia a végén. Sőt, azt olvastam, de javíts ki nyugodtan, hogyha rosszul emlékszem, hogy a Cordelia és Edgar szál is találkozik abban a darabban még a végén. Egy románc tehát még... szálat is beleszőttét, hogy még jobban a nézőknek a kedvébe járjon, és könnyítsen a tragikus súlyán darabnak, és eltolja a románc irányába. És mi történt a 19. századi színpadokon, hogy ismét a Shakespeare-i szöveghez, tehát a tragédiához tértek vissza az előadásokban? Egyre fontosabbá vált az, hogy hiteles előadásokat produkáljanak, Shakespeare-i szellemben állítsák színpadra ezeket a darabokat, és hát megpróbálták a maximumot kihozni ezekből a szerep kolosszusokból, amelyeket Shakespeare megalkotott a műveiben. Úgyhogy a megtisztulási folyamat gyakorlatilag ekkor kezdődött, és hát azóta is tart. És térjünk még vissza egy picit a magyar fordításokra. Előttem is látom, hogy te is ezt a verziót hoztad el. 88-as Európa. A Vörös Marti Mihály fordítása, de a film például a Mésző Dezső fordítása alapján készült, és van még jó néhány ismert és hát érdekes fordítás. Igen. Ejtsünk erről néhány szót. Hoztam is ezzel kapcsolatban egy könyvet. Nem tudom, hogy szabad-e neveket mondanom, és címeket mutatnom. Természetesen, igen. Reklámokkal most nagyon csínyán kell bánni. Tehát a Vörös Marti Mihály szöveg, ezek szerint már nem az első Lear király, ahogy mondod, hogy a színházi szövegkönyv az előbb három, datálódik. Két fordítás, tehát színpadra szánt, nem feltétlenül olvasóknak, hanem rendezőknek, színészeknek színpadra szánt fordítás készült már. Sófavi József fia, amelyet Kis Zsuzsán ennek a könyvnek a szerzője kutatott ki, a Széchenyi Könyvtárnak az archívumából, és ez a fordítás az 1790-es évek előtt készült még, tehát 1790-re már készen volt. Feltőleg színházi megrendelésre készült fordítás volt németből, főleg Schrödernek a szövegkönyv, színházi szövegkönyv, ezt nem mondtam, készítette Sófavi József. És ezután született ugye a 38-as előadásra az említett, korábban említett Vajda Jakab féle már eredetiből fordítás. De még mindig színházi használatra. Még mindig színházi Egressy Gábor rendelésére. Tehát persze ő rendelte meg a fordítás Vajdáéktól. És aztán jött ugye a Vörös Marti fordítás, az első igazából irodalmi fordítás, vagy szép irodalmi fordítás, a Vörös Marti fordítás 53, ha jól emlékszem. Amely ugye több revízión is átment, Arany János is modernizálta, olvashatóbbá és értetővé tette a kissé archaikus szöveget, és aztán ugye a 20. században még egy revízión átment Szabó Lőrinc tollán keresztül. És Mészőidező fordítása, azt hiszem, hogy a 80-as évek közepén fordította le Mészőidező. Az ő fordítása azért érdekes, mert hát őben az a fantasztikus, hogy nagyon tud súlyozni
az olvasó és a néző között. Szóval megpróbál megadni mindent az olvasónak is, hogy megtalálja azt, amit érdemes megtalálni a darab költőiségéből. Tehát megpróbálja költőjén fordítani, és megpróbál ugyanakkor egy színpadon mondható szöveget is, a korban érthető, és a korabeli közösség számára érthető színpadi szöveget is produkálni. Egyszerűen a legnehezebb feladat. Ez Shakespeare tudta egyedül. A maga korában, anélkül, hogy Shakespeare valaha is megfordult volna a fejében, hogy ezt bárki is olvasni fogja ezeket a szövegeket, hogy csak is a színháznak dolgozott. De ezek a darabok azért fantasztikusak, mert a legmagasabb fokú költészet nyelvén mondják el azt, ami a legkönnyebben fogható és érthető egy korabeli, nagyon-nagyon vegyes összetételű közönség számára egy népszínházban. Onnantól kezdve a kettő ketté vált. Shakespeare volt utoljára egy a kettő. A színpadi szöveg és a költői szöveg. És onnantól kezdve el kellett dönteni, hogy most a közönség számára fordítom, a színpad számára fordítom a darabot, vagy pedig az olvasó közönség számára romantikus Shakespeare kultus jegyében, hogy ezek költői darabok és a költészetre koncentrálok. Minden fordításban tetten érhető a pártállás, hogy melyik irányba fordították a darabot. Mész, hogy Dezső zseniálisan tud egyensúlyozni a két kihívás között és a két cél közönség között. Azt hiszem, hogy ez a fő erénye a fordításának. De Mészöly Dezsőtől kezdve, hát azért még talán Forgács Andrásnak a fordítását érdemes még megemlíteni, amely ugye 994-ben készült el a Petőfi Sándor Színház számára. Ennek a fordításnak a lektorálásában a Szemkállai Géza is közre működött, ő is benne volt ebben a vállalkozásban, és 99-ben készült egy János Házi Györgynek a fordítása. Szintén színház, a Marosvásárhelyi Színháznak a megrendelésére, a Marosvásárhelyi Színházban 99-ben az ő fordítás alapján adták elő Irkrágy, és aztán mi is büszkélkedhetünk még két színházi fordítással, mert ugye tudjuk, hogy Nádasdy Ádám, aki most már az életmű felénél tart, becslésem szerint már majdnem, de lehet, hogy már el is érte az életmű felét, ugye a 37 darabból most már szerintem olyan 18-nál járhat. Nem tudom, hogy mennyi van a műhelyében, éppen készülőben, de a Lirkirály fordítása már elkészült 2010-ben. Igen, ez szintén, már el szintén is színházi, egy összegyűjtött szintén színházi megrendelésre. Láttam a Szent Iváni Jálommal és a Hamlettel együtt jelent meg. Így van. Ez kifejezetten színházi szöveg, azon a nyelven, amellyel meg lehet szólítani a ma közönségét, és nem csak az értő közönséget, hanem a kevésbé értő, vagy kevésbé tapasztalt, vagy a színházban járatlan közönséget is, mondjuk egy középiskolai korosztályt is. Tehát Nádasdy Ádám fordításai ebben rendkívüliek, Hogy tényleg azon a nyelven szólaltatják meg számunkra a Shakespeare darabjait, amilyen nyelven Shakespeare megszólaltatta maga idejében, a maga közönsége számára ezeket a darabokat. Ezt kell érteni, tehát mai nyelven szól a mai közönség. Mai nyelven szól a mai közönséghez, anélkül, hogy bármiféle hierarchiában gondolkodna, hogy ahhoz, hogy Shakespeare-t lásson, nézzen, hallgasson az ember egy színházban, ahhoz kell valamiféle előképzettség, kell valamiféle olvasottság, kell valamiféle műveltség. Ezek a fordítások úgy teszik színpadra Shakespeare-nek a szövegét, hogy aki először találkozik vele, annak is sokat tud mondani. Tehát nem kell hozzá előképzettség, nem kell hozzá háttértudás. Tehát nagyon maiak, és ennyiben nagyon Shakespeare-iek is, mert Shakespeare darabja is hihetetlenül maiak voltak akkor az akkori közönség számára. Függetlenül attól, hogy az akkori közönség talán, hát nem, ezt nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy sokkal összetettebb volt, kultúrhierarchikusan is sokkal összetettebb volt, hiszen az erkélyen ott ültek nagyon gyakran a királyi udvarnak a fő udvaroncai, nem egyszer maga a királynő vagy a király is, és ugyanakkor az utolsó állástalan kocsmatöltelék is, aki az egy penny belépő díjat meg tudta fizetni egy eladásra, és végigállt az előadást a színpad előtt, vagy körül valahol, ugyanúgy ezt a darabot látta. Ami ugye Shakespeare zseniális, hogy ő rengeteg nyelvi regisztert használ pontosan azért, hogy minden rétegét a közönségnek, a legalsóbb néposztályoktól a legfelsőbb arisztokráciáig meg tudja szólítani. Hát a Hamlet erre a legjelesebb példa, hogy hányféle szociolektusban beszélnek, nézzük, hogy mindenki otthon érezze magát a színházban. Hát az ugye nem egyszerű megoldás választott, ő azt mondta, hogy ez a mai
utcai nyelvhasználat, tehát a köznyelv, a mai magyar köznyelv, ez sokkal homogénebb médium, mint Shakespeare-nek a köznyelve a volt, vagy lehetett volt, közönségének a nyelve, ez nagyon összeredő nyelve lehetett, és ezért ő megpróbált egy kolokviális, tehát nagyon köznyelvi fordítást adni, ami mindenki számára elérhető. Van, akinek ez tetszik, van, akinek jobban tetszik, van, aki kevésbé tetszik, de nagyon mai, és nagyon piacképes, úgy mondjam, és hát ez ma, lássuk be, erény, tehát ezzel nem lehet vitatkozni. Sokan számunk kérik bármi, rajta, ami megszólítja a ma emberét, ha ez sikerül elérni, akkor szerintem bármilyen író, vagy akár fordító elégedett lehet. Szóval Ádámnak a fordítása, Nadezs Ádám fordításai kifejezetten színpadra készült, színházi megrendelések, színpadra készült fordítások, és ennek minden tekintetben a kor ízlés, a kor igény szerint, a közönség igény szerint meg is felelnek. Van még egy fordítás, amit én pont nem tudom, mind a kettő 2010-ben jelent meg, Varó Dánielnek is van egy Lír király fordítása, ami szintén színházi produkcióra, színházi megrendelésre készült. Ha jól emlékszem, a Földi Róbert kérte fel Varó Dánielt, hogy készítsen egy új, még modernebb fordítást a Lír királyból. Ez királyból. A Nemzeti Színháznak a Lír királyára, igen, az Varó Dániel fordítása. Tehát összesen, ha összeadjuk Sófalvi Dánieltől Varó Dánielig, Sófalvi Józseftől Varó Dánielig a fordításokat, 13 lírfordításról tudunk, ami listavezető. Szóval ami egészen fantasztikus. Mi indokolja azt, hogy újra és újra készülnek a Lír király fordítások, és a Shakespeare életmű egyéb darabjainak is az új fordításai? Folyamatosan szükség van, tehát szükség van ennyi új fordításra? Hihetetlenül gazdag kultusza van Shakespearenek, nem csak a magyar színház történetben, de a magyar irodalom történetben is. Shakespeare már magyar szerző. Tehát most bátran elmondhatjuk, hogy Shakespeare magyar szerző. Dávid Házi Péter írt egy zseniális könyvet, egy irodalomtörténeti áttekintés, de a magyar Shakespeare kultusznak Isten másodszülöttje címmel. És ez egészen a majd, hogy nem máig, ugye a könyv megjelenéséig végig kíséri a Shakespeare kultusz alakulásának, evolúciójának a menetét, az útját, és abból kiderül, hogy egészen korán már honosítottuk Shakespeare-t, és már a reformkorban is magyar szerzőnek tekintették sokan. És hát minden magára valamit adó magyar író így vagy úgy kölcsönzött Shakespeare-től, reflektált Shakespeare-re, és Shakespeare szellemében is próbált alkotni. És hát a színházi kultusz, az Shakespeare színházi kultusz az hihetetlenül gazdag. Szóval valahogy minden kor az elmúlt, nem tudom, majd 200 évben minden korszak megtalálta maga Shakespeare-t, és minden korszak megtalálta a maga problémáit Shakespeare darabjaiban. És hát tényleg honosítottuk Shakespeare-t. Tehát én merem azt állítani, hogy mi sokkal gazdagabbak vagyunk Shakespeare-ügyben, mint az angolok, ugye, mert nekik van egy szövegük. Jó, hát vannak kvartó kiadások, negyedrét kiadások, van a fólia, vannak szövegváltozatok, de nagyjából ők egy a kritikai hagyomány által kikristályosodott eredeti, idézőjelben eredeti hiteles Shakespeare szöveggel dolgoznak, és mindig ugyanazt a szöveget állítják színpadra. Nekünk van 13 fordítása a Lír királynak, és válogathatunk közöttük. Mit értesz ez alatt az eredeti szöveg alatt? Én úgy tudom, hogy a Lír királynál 1608-ból datálódik egy kvartó kiadás, ami nem túl megbízható, és aztán az 1623-as fólióban lévő változat az már egy megbízhatóbb szöveg. Ez helytálló így? Igen, hát van egy második kvartó kiadás, ez a kvartó negyedrétet jelent, ez a méret, ez a nyomdai méret, 19-ből. 619-ből van egy úgynevezett második negyedrét kiadás, kvartó kiadása is, ami bizonyos negyedben eltért. Elsősorban az első kvartót tekintette forrásnak, de azért több ponton eltért tőle. A fóliót, az 1623-as összkiadás, tehát a fólióban megjelenő Lír szöveg sok tekintetben más, mint akár a második, akár az első kvartó. Ugye tudjuk, hogy 300 sorral kevesebb van benne, mint az első kvartóban, viszont 100 sorral több van benne más tekintetben, tehát 300 minusz, 100 plusz, és nagyon sok ponton eltérnek a szöveg, ami annak köszönhető, hogy a 23-as összkiadás részben ugye Shakespeare két volt színész kollégája hívta életre,
és ahol nem volt megbízható a szöveg sem a súgó példány vagy rendező példány alapján, sem ha létezett ilyen, hogy a kézirat vagy annak a másolata a színházban készült, a színházi írnok által készített másolata alapján, akkor emlékezetből próbálták rekonstruálni a darabot, nyilván sokszor játszottak benne, és úgy egészítették ki, vagy úgy a szöveget, vagy úgy hagytak el belőle, vagy úgy módosították a szöveget. Tehát a Fóliónak a szerkesztői már több forrásra tudtak hagyatkozni, és egy összetettebb, és ennél fogva hitük szerint egy hitelesebb szöveget tudtak nyomdába adni. De ettől függetlenül az angoloknak ez az egy van, és ugye ezek a rangosabb kritikai kiadások, mint például az Arden sorozatnak ez a második sorozat, az Arden második sorozat, most már egy harmadik sorozatbeli kiadása is egy ennél újabb, ők többnyire az első Fóliónak a szövegére hagyatkoznak. Persze a lelkiismeretes szerkesztők számba veszik az összes többi korábbi kiadást is, és megpróbálnak egy ideális vagy idealizált szöveget létrehozni, amire még mindig nem mondhatjuk azt, hogy Shakespeare-nek a szövege, mert ilyen nincs, ez egy fikció. Tehát autentikus, hiteles Shakespeare szöveg az gyakorlatilag nem létezik. Nekünk viszont vannak autentikus hiteles fordításaink, amelyeket aláírtak a fordítók, és tudjuk, hogy tőlük vannak. Arany Jánostól, Vörös Martitól, Petőfitől, Kosztolányitól, Áprilitól, stb. Úgyhogy ennyiben magyarabb Shakespeare. Elmondhatjuk, igen, számszerűleg legalábbis. Helyben hagyjuk Shakespeare-t, mint magyar szerzőt. Jó, nézzünk bele egy kicsit a drámába. Lear király a címszereplő. Most idézni fogok neked a kiadásnak a kiadást követi gyakorlatilag egy tanulmány, Géher István tollából, aki a tragédia, mint olyan hőséről ír általánosságban. Idézem. A tragédia hőse nagy ember. Shakespeare felfogásában nagy egyéniség. A legnagyszerűbb, legritkább értéket képviseli, a kivételesen legjobb lehetőséget, amit csak kitermelhet magából az emberiség. És mégis elbukik, kárba vész. Vagy talán épp ezért ez lenne a minőség szabályszerű sorsa, hogy minősíthetetlenül rossz végre jusson. Tébolyító gondolat. Ahhoz, hogy ezt a szükségszerűség törvényerejére emeljük, feltételeznünk kellene egy olyan világrendet, amely közömbösen keresztül gázol az értéken, sőt, külön előszeretettel tiporja el a kiválóságot, azaz alapvetően értékellenes. Ilyen világban nem lehet élni, ilyen rendet képtelenség elfogadni. Márpedig szeretnénk rendben tudni az embersor számláját. Kénytelenek vagyunk át a hősben keresni a fátum magyarázatát. A nagyság kihívó és kísértő, a túl nagyra nőtt ember túl nagyra tör, elbízza magát. Az önhitség, az öntudatos érdem természetes velejárója és különleges veszélye. Mennyiben igaz szerinted ez Lear-re? Ő egy nagy egyéniség, ahogy Géher István fogalmaz a tragédia hőséről, nagy ember? Géher István szerintem kivételes egyéniség. Egy összképről beszél. Hát ez egy általános bevezető, és nyilván sok-sok tragikus hősnek az egymással vetett képéből bontakozik ki ez a tragikus hős ideálkép, ami nem feltétlenül igaz minden egyes tragikus hős, de minden egyes drámában ez a dráma. És azt gondolod, hogy Lear királyra ez kifejezetten Lear királyra részben nem igaz? Nem egy nagy király, nem egy nagy egyéniség? Nem tudjuk, hogy milyen király. Közvetett utalások vannak rá, ugye az ő szerető hívek szájából. Tehát nem véletlen az, hogy a darabnak az egyetlen igazából megkérdőjelezhetetlenül pozitív figurája Cordelia, aki a szívet képviseli, a szíriósságot képviseli, szereti. Méghozzá úgy szereti, ahogy kell, és ahogy lehet. Nem több és nem kevésbé, ahogy ő mondja. Ahogy egy apát szeretni lehet. Tehát ez már hitelesít valamiféle emberi kvalitást Lear-ben. Kent a hű hát nem követője, ugye leghűbb hűbérese, szintén tűzön vizen át, élete árán is, áruhában is visszatérve hozzá, követés ragaszkodik hozzá. Ő is a jók táborába tartozik. Ő ki is mondja a kulcsszót, hogy miért tér vissza az a királyhoz, miután számbüzték és felölti az áruhát, és Caius képében visszatér hozzá. Mikor Lear rákérdez, hogy miért akarsz engem szolgálni, fickó, akkor azt mondja, mert van valami magatartásában, amit uramnak szeretnék tudni, és rákérdez, hogy mi az, azt mondja, hogy a méltóság. Na most, tehát egy királynak az a legfontosabb. Hogy miből áll össze a méltóság, az egy másik kérdés, nyilván egy bonyolult képlet.
De ha egy királyban megvan a méltóság, akkor egy királyi kvalitása már van, ami hitelesíti azt a társadalmi rangot, azt a helyzet, az a pozíció, amit elfoglal. Ugyanakkor, ez az angolban authority, és nem dignity, ez authority. Nagyon érdekes. Igen. Az angolul beszélő nézőink és hallgatóink fogják ezt érteni. Igen. Ennek van valamilyen oka, hogy miért pont így fogalmaz? Ugye az authority az egy felhatóság, egyfajta kontroll. Igen, hát ő a rend képviselő, a rend megtestesítője, tehát rajta áll vagy bukik az, hogy a világban rend van-e. Egy autoritás, mint annak a hatalma, aki fölötte van, és aki őt felruházza azzal a hatalommal, hogy őt képviselje, tehát az Istennek a hatalma. Ugye azért érdekes, mert ugye Lír is vindikál magának ilyen jogokat, és hát itt esik gyanú alá az, amit Géer is már mond a nagyságról, hogy ez az ember ugyanúgy megvan verve gyarlósággal is, mint ahogy megvan áll a nagysággal. Tehát egyfelől, lehet, hogy ő valamikor egy jó király volt, de hát ne felejtsük, hogy 80 éves. És azért akár a középkorban, hogyha a középkorra olvassuk vissza a darabot, akár az ókorban, 7. század, időszámítás 7. században 80 évet élni, az egy matuzsálemi kor. Tehát ez az ember egy matuzsálem, egy aggastyán, akinek már tényleg nem kéne uralkodni, mert már nem alkalmas rá. Tehát a szeszélyei olyan mértékben elhatalmasodtak rajta, és nem véletlenség, zenész pszichológus volt, és kimondatja vele az elején, hogy miért mond le a trónról, ami nonsens, ugye egy király ezt nem teheti meg, főleg, hogyha ő autoritás, ugye, miért osztja fel az országát három részre, ami a legnagyobb politikai büntet, amit egy uralkodó megtett az országban, hogy szétdarabolja. Ez egy hihetlen aktuális probléma volt, egyébként Jakab korában tudjuk, hogy korábbi dokumentumokból, hogy Jakab 1604 és 1607 között rendszeresen ostromolta a parlamentet az unióval, hogy követelte a parlamenttől, hogy egyesítsék Angliát és Skóciát, és állandóan felhívta a figyelmet a széttagoltságnak a veszélyére, hogy mire vezethet. Hogyha széttagolt az állam, és ebben a teljesen aktuális, politikailag aktuális a Lír király. Tehát rossz király, egyszerűen ott akkor is, amikor fellép, akkor egy rossz király. Lehet, hogy előtte jó király volt, erre következtethető, mert szerették, akik fontosak, azok szerették. De ebben a helyzet, amikor fellép, akkor egyik hibát a másik után követi el. Egyik se tragikai vétség. Tehát nem hívja elő azt a sorsot, amelybe végül is belekényszerülik rá. Tehát nem olyan fajsú vétkek ezek, de azért egy király ne ossza fel az országát három részre, és ne szolgáltassa ki a polgárháborúnak. Egy király ismeri az alattvalóit, ahogy ismeri önmagát is, ugye? Ami viszont már valamivel közelebb van egy igazán fajsús vétkekhez, hogy fogalma nincs benne ennek az embernek. Nem csak arról, hogy kik a lányai, nem csak arról, hogy kik a vői, hogy kik a szolgáz alattvalói, de arról sem, hogy ő kicsoda. Tehát lehet, hogy sose tudta, mert az uralkodás nem hagyott neki időt arra, hogy ismét odafigyeljen. Hát függően lehetett még jó király, bár kétlem, hogy az volt. Valamiért ilyen sokáig sikerült a trónon kihúznia. De hát egyik hibát, egyik súlyos hibát mások után követi el, rögtön a darab elején a lemondással, az ország felosztásával, egyetlen hű és szerető lányának a száműzésével, a vakságával. Tehát egyszerűen az ember nem látja, hogy mi a jó és mi a rossz, és merre mozdulj, merre lép el, és kinek adjon, és kitől vegyen el. Tehát ő magát kényszeríti ebbe a sorsba. Egyfelől, másfelől, ugye a rossz figurákban Shakespeare zseniálisan játszik azért az adományokkal. A rossz figuráknak is igaza van, tehát itt többféle igazság működik egyszerre, amit Gloucester ki is mond a végén, ugye mikor elveszítik a csatát, és akkor Edgar még mindig az áruhában, ugye a szegény Tamásnak az áruhában megviszi a rossz hírt az apjának. És akkor feladja, akkor Gloucester feladja, és erre mondja Edgar, hogy az embernek a jövést is, merést is egyformán tűrni kell. És ugye van egy gyönyörű mondata, akkor Gloucester, hogy that's true too, hogy ez is igaz. Tehát nem csak egyféle igazság van, többféle igazság van, sokféle igazság van, annyi igazság van, ahány szereplő, minden szereplőnek van egy kis igaza. Mert valószínűleg nagy igazság nincsen, csak egy mozaik képe lehet az igazságnak, amit ezekből az apró részigazságokból kell összeraknunk. És ettől ilyen zavarba ejtő, és ettől ilyen provokatív ez a darab, hogy nincs egy olyan pártállás, aminek alapján megmondhatjuk azt, hogy nekünk itt a helyünk, ide kell állnunk. És a jó és a rossz távol, hanem mindenki egy kicsit. Ez nem egy fekete-fehér középkori moralitás, ez egy reneszánsz dráma, amelyben minden sokszínű és összetett.
és hát nehezen meghatározható. Szóval szerintem, amiről István beszél az darab elején... Azért, ha jól értem, amit mondasz, akkor azért igazat adsz abban, hogy Lír egyszerre nagy egyéniség, és egyszerre esendő ember. Mint ahogy a görög előképek. Is ugyanezt találjuk, egy Oidipusznál is ezt találjuk. Viszont arról nem szabad elfelejtkeznünk, hogy ha Lírnek a nagyságát keressük, akkor van benne valami, amit a romantikusok értékeltek igazán, és az elképesztő vitalitása. Szóval olyan életerő van ebben a 80 éves aggastyánban, olyan életerő van, hogy akár 180 évig is élhetne. És hát ez is a célja, ugyan tudomásul veszi a korát, és a darab elején mondja, hogy mi tehermenten kívánunk mászni a sír felé. Lehet, hogy 80 évesen most az eszébe először, hogy ő is halandó, mert valami megfájdult itt, vagy ott, vagy amott, vagy rádöbbent arra, hogy előbb-utóbb neki is meg kell halni. De ameddig lehet, megpróbálja nyújtani ezt az utolsó fázist, ugye, és hát megpróbálja már életében halhatatlanná tenni magát. Hát ne felejtsük el, hogy amit, ha keresünk igazából kardinális bűnt Lír figurájában, és nagyságról beszélünk, akkor a bűnnagyságát is szóba kell hozni, hát ő egy Isten királyt akar magával csinálni, hát lemond a hatalom földi gyakorlásáról, lemond a törvényhozásról, lemond a végrehajtásról, lemond az igazságszolgáltatásról, csak a nevet tartja meg magának. Igen, a titulust, azt meg akarja. És a puszta névvel akar uralkodni, nem kérdezem, hogy ki uralkodhat csak a puszta névvel. Ki az egyetlen autoritás, aki csak a puszta nevével uralkodik, az Isten. Tehát ezen olyan... De ez egy kicsit ellentmondásos is, mert ugyanakkor meg ez a legnagyobb balgasság, amit csinál. Tehát, hát ez is a vakságának a része, hogy azt hiszi, hogy ő fölülemelkedhet, a saját sokszor fölülemelkedhet a halandóságán, és ezáltal már életében halhatatlaná teheti magát. Ugye hát a név az egyetlen, amivel halhatatlanok maradhatunk, és ő már életében megpróbálja a nevével halhatatlanná tenni magát. Érdekes egy gondolat, igen. Ez egyébként nekem, hogy mondjam, nem az én gondolatom, Géher Istvánnak a Shakespeare olvasókönyvében, a Lír király tanulmányában ez szerepel. Másképpen megfogalmazva, más kontextusban, de egy hasonló gondolatot meg lehet találni, megtalált Istvánnál. Viszont nem idegen attól, amit itt ír ebben az erőszóban. Mi az oka annak, ugye már említetted Cordelia kapcsán, nagyon beszédes a neve a latin korból, ugye, hogy szív, és hogy Lírnek pont ez a drámája, hogy egyszerűen nem ismeri fel, vagy nem látja meg, hogy nem a szép szavakkal akar behízelegni neki Cordelia, de attól még szereti, ellentétben Goneriller és Regannal, akik meg szóban lehet, hogy mondanak valamit, és közben minden tettük utána mást, egész mást támaszt alá, vagy másról árulkodik. Miért nem lát? Miért? Egy végtelenül hiú ember. Végtelenül hiú ember. Csak a hízelgésnek hisz. Hát azért nem lát a szívével, mert csak a szemével lát. Kiválasztottam egy részt Lírtől, hogy egy kicsit a hangját is meghalljuk a darabból, méghozzá azt a részt a második felvonás negyedik színéből, amikor Regannál van már, és ugye hát van egy 100 fős kísérete, akiből ugye a problémának az egyik részét az képezi, hogy Goneril elbocsátja, mert nem kívánja a hát hogy mondjuk ez szépen, a slepjét, vagy kíséretét. A kíséretét, igen, fenntartani, és hát Regán sem, és... Hát itt szóváltásba kerülnek, igen, a két idősebb lányjal, akik elkívánják bocsátani az ő kíséretének egy részét. Jó, Goneril csak annyit mond, vissza is keresheted, mert igen, az oldalszám is ugyanez lesz, 667. oldal a kiadásunkban. Tehát Goneril azt mondja, halljad, milord! Mi szükség, hogy kísérjen 25, vagy 10, vagy 5 bár olyan házba, ahol parancsaidra kétszer annyi vár? Regán ugye a második nővér, fiatalabb nővér. Mi szükség? 1. És Lír emlékezetes monológia. Ne szóljatok szükségről. A legalja koldus is bár teng, bír fölöslegest. Ha természetnek többet, mint mire szüksége van, nem adsz, az ember élet az állatival egyértékű lesz. Te úri hölgy vagy, és ha melegen öltözni már dísz volna, díszruhádra, melyet viselsz, és mely alig fedez, a természetnek nincs szüksége. Ami valódi szükség. Ó, egek, türelmet! Türelemre van szükségem, Istenek! Szegény agembert láttok engem itt, megrakva búval, korral, tönkretéve mind a kettőben.
Most, ha ti voltatok, kike leányok szívét atyok ellen felizgatátok, oly csúful velem, ne játszatok, hogy ezt eltűritek. Lobbantsatok nemes haragra, és ne hagyjátok női szerrel, vízcseppekkel bemocskoltatni férfi arcomat. Természetből kivetkezett banyák, oly bosszút állok mindkettőtökön, hogy a világ oly dolgokat teszek, miket még nem tudom, de amiken megrémül a föld. Azt vélitek, hogy sírok? Én nem sírok, bár elég okom van sírni. 100 000 darabra törjék előbb e szív, mint én sírok. Bolond, megőrülök. Ja, milyen szép ez a monológ, és elég érzékletesen, ugye pontosan mind a két kép benne van, hogy a szívét érzi, hogy össze fog törni, vagy már talán ekkora már össze is tört, és hogy megőrül. Nem bírja ennek az elutasítottságnak, vagy szeretetlenségnek a feszültségét. Hálátlanság, hát ezt többször is mondja, hogy gyermeki hálátlanság, hogy legrúttabb bűn az a gyermeki hálátlanság. Én mindenemet nektek adtam, mondja, és ezt kapom vissza. Ezt kapom vissza, és ez neki legjobban a hálátlanság fáj. És hát ez is azért egy kicsit kétes ér, mert hogy valóban a hála a legfontosabb. Szóval azért teszünk valamit, azért adunk valamit, hogy hálából visszakapjuk. Azért erre is rá lehet kérdezni, hogy ebben is igazán még itt sem lát teljesen tisztán. Akkor fog majd tisztán látni, amikor magához tér az őrületből, és újra találkozik Kordéliával, és képes arra, amire addig soha nem volt képes, hogy térdet hagyjon és megalázkodjon, és elismeri, hogy valaki valamiben több nála. És ez ugye a megbocsátás és az alázat Kordélia részéről. Tehát ott már tanult valamit, megtanult valamit, amit addig nem tudott, és aminek a nem tudása hívta ki ellene ezt a sorsot. Igen, ez a szeretetnek ez a sok arca, hogy igen, van a filia, az emberi szeretet, és nyilván van az agapé, ami túlmegy ezen, és lehet, hogy nem feltétlenül arról a szeretetről van szó minden esetben, amire mi szeretet alatt, amit mi szeretet alatt értünk, amire mondjuk Lear vár. Igen. Hogy megtapasztalja. Igen. És hát Kordéliának a szeretetében azt hiszem, hogy mind a kettőt megtalálhatjuk. Tehát egy őszinte feltétel nélküli szeretet is van, tehát egy agapé-szerű szeretet. Azok után, hogy oly módon, hogy ez megtörténik rögtön az első felvonásban, eltaszítja magától az apja, száműzi az országából az apja, megfosztja mindenétől, nevétől, rangjától, jogaitól, címétől, vagyonától és mindentől. És ezek után még mindig hű marad hozzá, és ő lesz az, aki visszatér, hogy megváltsa az országot attól az átoktól, amelyben ezeknek a tévedésének a sorozata sodorta, az apja tévésorozata sodorta, tehát feltétel nélküli megbocsátást gyakorol az apja iránt, és nincs benne semmi sértettség, semmi megbántottság, semmi visszaes érzés. Ez már közelít az agapé hosszú szeretethez. Tehát Kordélia egy szent. Sokan a szemére is vetik Shakespeare-nek, hogy túl idealizálta ezt az azért alakot. Azért nem az egyetlen ilyen szereplője, én azt gondolom. Tehát, hogyha Isabellát megnézzük a Szeged-Szeggelből, itt is vannak hasonlóságok. Tehát azért a szentség, a tisztaság, az nem Kordélia az egyetlen olyan Shakespeare-i hősnő, akinél megjelenik, de igen, csak hát Isabellát nehéz szeretni, Kordéliát meg lehet szeretni, és nem csak azért lehet szeretni, mert olyan, amilyen, azért van benne tartás is, annak az elején azt mondja, hogy semmit érem, ugyanézem, hogy semmit nem hajlandó belépni ebbe a játszmába, részt venni ebbe a hamis játékba, és megpróbálja felnyitni az apja szemét, mert látja, hogy ez nem az az ember, aki nem régen még volt feltehetőleg. Tehát valami történt Lear között a darab előtt, amitől ilyen bolond lett. Előtte nem volt ilyen bolond, mert szerethető volt. Tehát Kordélia szerette, Kent szerette, a bolond szerette, a fontos emberek szerették. Úgyhogy Kordélia egy feltétel nélkül szerethető lény, aki azért eléggé húsvér ahhoz, hogy megközelíthető legyen, és mondjam, hát elfogadható legyen, mint egy húsvér ember a színpadon, nem csak egy ideálkép, vagy egy allegória. De azért hát azt a kérdést fel lehet tenni, megint a többszörös igazság, vagy a több oldal igazságnak a jegyében, hogy hát miért nem
Miért nem mondta azt a szegény? Látta, hogy milyen állapot. Látta, hogy egy kicsit már zakkant szegény. Látta, hogy most mi a fontos neked. Hogy nem miért lehetett, nem mondta ki, hogy szereti? Nem, miért kellett bántani? Hát miért kellett kihozni a sodrából? Miért kellett az őrületbe kergetni? Nem, miért nem mondta azt, hogy persze, hát én is szeretlek. Aztán majd, amikor kimennek a színpadról, és kettesen maradnak, akkor megpróbál beszélni a fejével, akkor hogy nem lenne hogy dráma. Pontosan tehát, erről van szó. Tehát mi lenne, ha mindig ugyanaz a válasz, hogy akkor nem ez a dráma lenne, vagy nem ez a dráma lenne. De ettől függetlenül a Kordi egy ideálkép, és nem véletlen, hogy meg kell halni, hogy Shakespeare-nél meg kell halnia, mert ugye a korábbi változatokban nem hal meg, a későbbi változatokban sem hal meg. Ugye Shakespeare volt az egyetlen szadista, brutális szadista drámaíró, aki kivégezteti Kordiát a darab végén. De hát ne felejtsük el, hogy azért ennek a veszteségnek megint van egy nyereség oldala is, tehát csak ennek az áldozatnak az árán vagyunk képesek továbbra is hinni mindazokban az erényekben, azokban az ideákban, azokban az eszmékben, amelyeket Kordélia megtestesít a darabban. Tehát mi történne, most megint tegyünk fel még egy hat, mi történne, ha Kordélia mégiscsak otthon maradna, mi történne, ha nem számúzni, mi történne, ha megkapná az országnak a harmadát, akkor belépne abba a malomba, amivel a többiek részt venne abba a játszmába, áldozatul esne a polgárháborúnak, stb. Ugyanolyanná válna, mert tudjuk, a krónikás darabokból tudjuk, a történelmi drámából tudjuk, hogy a politikát nem lehet megúszni. A politikát nem lehet megúszni. Elő vagy utóbb hasonulni kell hozzá, vagy azonosulni kell vele, azzal a nagy kotti nagy mechanizmussal, amit mi politikának vagy történelemnek nevezünk. Ez nagyon tetszik nekem a Laurence Olivier féle filmfeldolgozásban, hogy ő egy keretet ad pontosan ennek a történetnek, hogy éjszaka, a monumentális jelentős események ugye éjszaka játszódnak a darabban, és éjjel a Stonehenge, Majd nem tudom pontosan, hogy a Stonehenge néle, de minden esetre egy nagyon hasonló díszlet, Stonehenge-et előhívó díszletben jelennek meg ők, éjszaka teli holdnál, ahol egy pulpituson, tehát Lear bevonul ennek a körnek, a kvázi körnek, körbezárják az emberei, és megjelenik egy emelvényen, tehát ott egy kvázi trónon, és aztán ugyanide tér vissza, ugyanígy éjszaka, ugyanúgy teli holdnál, ahol Cordelia Lear karjaiban, és nyilván mind a ketten meghalva, egy oltáron. Tehát már eltűnt a trón, és ketten ott. Hát kvázi ez egy érdekes vizuális megjelenítése, egy kicsit annak, amiről itt az előbb beszéltél, hogy Cordelia mint egy szent. Rituális áldozat. Tehát gyakorlatilag mint egy kiváló virtuális megjelenítésének látom ennek a gondolatnak, amiről beszéltél, hát, hogy mint egy áldozat jelenik meg ott a színen. A tragédiát a veszteség és az áldozat, illetve az áldozatban testet öltött veszteség minősít igazából, és minél súlyosabb és jóvá tehetetlenebb és pótolhatatlanabb az a veszteség, amit egy áldozat jelent, annál fajsúlyosabb lesz a tragédia, és itt ugye a legjobb áldoztatik fel, mint az ősi pogány kultúránkban, a legjobbat, a legértékesebbet, a legfontosabbat kell feláldozni, és ez Cordelia, és ez adja meg a súlyát az áldozatnak. És ez tartja életben a reményt is, hogy akkor még léteznek olyan erények, amelyekben, hogyha hiszünk, és amelyeket, hogyha képesek vagyunk a magunkévá tenni és követni, akkor lehet, hogy rendet lehet rakni egy ilyen kaotikus világban is. Erről a szóról jutott eszembe a rendezése Rán címmel, ami ugye Japánban káoszt jelent, zűrzavart és káoszt jelent. Ezért is tekintik sokan egy apokaliptikus látomásnak ezt az egész darabot, mert végül is rendből káosz lesz, és nincs konkrét képünk arról, hogy ebből a káoszból miféle új rend fog majd kibontakozni. A Lear, Cordelia, Edmund, Regan, Goneril és a többi Gloucester halála után. Tehát ígéretet nem kapunk egy jobb jövőre a darabból, annál is kevésbé, mert ugye Kent is, aki garancia lehetne arra, hogy a régi értékeket képviselve megpróbál rendet tenni a világban, ő megígéri, hogy követi a királyt, és valószínűleg öngyilkos lesz. Tehát a közeljövőben folytatódik a pusztulás. Úgyhogy ennyiben pessimista a vég, de hát ez a rituális keret, ez kell ahhoz, a rituális kontextus, ez kell ahhoz, hogy értékesüljön az áldozat, amit Shakespeare hoz ezeknek a szereplőknek alávával. Mi a Lear királynak a csúcspontja? Tehát, sok van neki. Hová tennéd? Én nem milyen tudom leképezni, nem csak ezt a darabot, a Shakespeare tragédiának a többségét nem tudom az arisztotelészi mátrixra leképezni.
Tehát nem lehet betenni abba a sémába ezeket a darabokat, amelyeket a részletet, ez ugye felállított követendő strukturális kompozíciós elvként példaként a leendő drámaírók számára, az elődök, ugye a nagy triász művei, a High School of Sophocles Euripides műveinek alapján. Több csúcspont van. Több csúcs. Az egész darab egy olyan hihetetlen magas hőfokon izzó indulat működteti az egész darabot, hogy nagyon nehéz azt mondani, hogy sokszor az érzelmi csúcspont az pont a legmélyebb pont, ahol az ember inkább nevetne, mint sírna. Ian Cott ír részletesen ugye Glosternek az öngyilkosságáról. És az, ugye, hát vannak persze előzmények kritikában, G. Wilson Knight egy nagyon-nagyon rangos angolisztikus ír erről, King Lear and the Comedy of the Grotesque című eszélyében, hogy ebben nagyon sok a groteszk humor. Kott egyenes az, hogy az abszurd humor, tehát Shakespeare az abszurditásig viszi a humort ebben a darabban, és sokszor ott van a leginkább nevethetnékünk, ahol a leg hangosabban kellene sírni. Szóval ez az egyik fantasztikus vonás ennek a darabnak, hogy képes egyszerre átéltetni a nézővel és az olvasóval, azzal az érzelmi indítatással, amely működteti ezeket a szereplőket, mindazt azt a fájdalmat, azt a szenvedést, azt a borzalmat, amin keresztül mennek, és ugyanakkor képes el is távolítani tőle, ahogy a színháznak dolga is, hogy azért ne vegyük túlságosan, komolyan túlságosan a szívünkre, mert ez nem bennünk történik. Tehát akkor nem vagyunk képesek érzékelni a tragikumát a dolognak, hogyha nem tudunk reflektálni rá, mert a tragikum az tulajdonképpen egy mentális jelenség. Tehát az agyban születik meg a tragikumnak a tudata, és nem maga a tapasztalat, ami a színpad dörteni, az tragikus, hanem ahogy ami arra reflektálunk, hogy a reflexióhoz kell egy távolság, és ez is itt gondoskodik róla lépten nyomon, a bolond ezért van végig ott Lírrel, és amikor már nincs bolond, azért van ott szegény Tamás vele végig, és amikor már szegény Tamás nincs, azért van ott Cordélia, aki szintén egy purful szegény bolond, ugye, tehát végig ott a bolond mellette, mert olyan hihetetlen érzem intenzitás, hogy izzik ez az ember, hogy azt nem lehetne elviselni akkor, hogyha ezt nem könnyítenénk ezt a teret legalább a humor távolság tartásával, hogy reflektálunk rá. Racionálisan reflektálunk arra, ami érzelmileg elviselhetetlen. És ezért van szükség a komikusokra a tragédiában. Bár hozzá kell tenni, hogy épp a Lear királynak a bolondja az egyik legszókimondóbb és őszintébb ember szerintem a darabban. Tehát Kent és ő, akikre azt mondanám, hogy tényleg őszintén, és Cordélia persze, akiknek a szeretete, a hűség eléhez a legőszintébbnek tűnik, és sokszor a bolond nagy igazságokat mond ki, szembesíti vele Lear-t. Hát ő az egyetlen tudós. Olyan értelemben tudós, hogy aki pontosan tudja, hogy ki kicsoda, és pontosan tudja, hogy mi történik körülötte. Csak hát nincs abban a helyzetben, hogy ő ezért érdemben bármit tehessen. Egyetlen dolgot tehet, hogy jó tanácsadóként, jó kritikusként, jó pszichológusként megpróbálja Lear-nek felnyitni a szemét, az eszét és a szívét arra, hogy tisztállással érezzen és tudjon. Amire nem képes, ugye. Tehát gyakorlatilag az ő terápiája nélkül, a bolond terápiája nélkül nincs őrület. És nem véletlen, hogy a bolond eltűnik, hát sokan szemére vetették Shakespeare-nek, hogy mi is a dramaturgia, egy óriási dramaturgiai baklövés, hogy egyszer csak elfelejtkezik az egyik főszereplő a darabnak. Tolstoy mondja az egyik írásában, hogy átabot az agyvalék részeges csapodár elme szülötte a Lear király. Hát hogy lehet az, hogy egy szereplő egyszer van, egyszer csak nincs, és fogalmunk sincs róla, hogy mi történt vele. Hát ugye ő nem látott olyan mélységében bele a Shakespeare dramaturgiában, maga nem volt drámaíró, ugye, hogy hát itt azért szerepösszevonások vannak, nem csak technikai formai értelemben, vagy gyakorlati értelemben dolgozott Shakespeare szerepösszevonásokkal. Tudjuk, hogy egy korabeli nyilvános színháznak a társulata 12-13-14 főből állt. Vannak darabok, hogy 40-45-50 szereplő van, tehát mindenkinek kettőznie kellett, szerepkettőznie kellett, sokszor nem is kettő, hanem három-négy szerepet kellett egy szerepnek eljátszani, és tudjuk azt, hogy Cordélián és a bolondot ugyanaz a színész játszotta már Shakespeare színpadán is. Akkor miről beszél Tolstoy? Ezt nem látja, hogy ez a két szereplő valahogy, de legalább metaforikusan egy, hogy Lear szívében, ugye, Cordélia, ami Cordélia ott van, holon nincs sehol.
Ahogy Cordélia száműzik és eltűnik a színpadon, megjelenik a bolond. Ahogy a bolond eltűnik, visszatér Cordélia. És a végén Lear egyesíti a két szereplőt azzal a híres mondatával, hogy my poor fool is hangry, szegény bolondot megfojtották. És nem tudjuk, hogy kire gondol, hogy a Cordélia volt a szegény bolond, aki azt mondta az elején bolondosan, hogy nem, semmit, pedig azt kellett volna mondani, hogy igen, nagyon szeretlek, vagy pedig, hogy hagyta, hogy az történjen vele, ami, vagy pedig a nagy betűs bolond, a professzionális bolondot folytották, megakasztották föl, és azért nincs már ott. Nem lehet tudni, a kettő valahogy egyé olvad, ahogy a bolondok is beleolvadnak Learbe magába, amikor megőrül, ő maga lesz saját maga bolondja. Igen. Szóval Shakespeare... Egyébként még Gonerillnél azt hiszem, hogy még Gonerill házában vannak, amikor a bolond utalást is tesz neki, hogy már csak önmagad árnyéka vagy. Te ki vagyok én, igen, és azt mondja neki a bolond, hogy önmagad árnyéka. Igen. És ugye Lear eléri a mélypontot, és pontosan bolondnak a segítségével éri a mélypontot, hogy egyre inkább azonosul mindazzal, amit a bolond gondol, mond és tesz. És amikor megkettőződik a bolond érje, hogy szegény Tamás csatlakozik a csapathoz, ugye, akkor egyszer három bolond van a színpadon, tehát Lear egy akkora egyéniség, hogy neki két bolondra van szükség ahhoz, hogy ő is bolondá legyen. Tehát mikor mind a két bolondot beolvasztja magába, és hát ezt tesz aztán képessé arra, amikor visszatér ebből az átmeneti állapotból. Ezt is persze lehet tekinteni egy ilyen rituális rite of passage-nek, egy ilyen átjárásnak egy létállapotból, vagy létdimenzióból a másikba, a józanságból, az őrületbe. Az őrületet egyébként nagyon sok kultúrában egy szent állapotnak tartották. Tehát, hogyha rítust keresünk a darabban, akkor ez a megduplázott, megtriplázott őrület, ez is valamilyen módon behívhatja a ritualitásnak a szándékát, vagy a jelenlétét a darabban. Ugye az őrület a tisztánlátásnak az állapota, tehát az őrült látja azt, amit a józanész nem látna. Most, tehát ki merni azt állítani, hogy mindaz, ami ebben a darabban történik, a józanész jegyében történik, hát ez az egész egy téboly. Úgyhogy itt az igazi szereplői ennek a darabnak tényleg a bolondok, vagy az őrültek, és Learnek is azért kell őrült jelenni, hogy aztán tisztán lásson, és tisztában jövessen önmagával, és mindazzal, ami volt, és ami van is lesz. Fel tudunk fedezni egy olyan pontot a darabban, amikor azt mondjuk, hogy most már biztos, hogy elborult Learnek az elméje? Mert ugye nagyon sokszor utalgat a darabban rá, hogy megőrülök, ezt nem... Tehát a feszültsége nyilván az verbálisan is megjelenik, de mi az a pont, ami után már egyértelmű az olvasó számára, hogy ő talán már akkor, amikor elkezd játszani. És az is érdekes, hogy igazából akkor válik méltóvá saját szerepére, amikor színésszé vál. Tehát amikor megrendezi a tárgyalási jelenetet ott a fenyéren, kiosztja a szerepeket, hogy te vagy Gonerill, te vagy régen. Vagy tehát gyakorlatilag a fenyéren ott a viharban kattam igen. be, igen, és utána már úgy igen, is. Hát az elemekkel vívott harcban, a belső, külső és belső elemekkel vívott harcban borul az elméje, és hát akkor válik valóban, ahogy a bolond mondja önmaga árnyékává. De ez előbb le kell vetkőznie. Ehhez előbb a fölöslegeket, amikről beszél, abban a jelenetben, amit idéztél, ugye, meg kell szabadulnia minden fölöslegi, ami hite szerint, vagy tévhite szerint emberré teszi az embert, mert őrültként már tudja, hogy nem attól lesz az ember, hogy van fölösleg, hogy bír fölöslegest, hanem attól, hogy a fölösleg nélkül is jelent valamit. Amikor meg akarja találni a the thing, a lényt magát, aki már senkinek nem tartozik semmivel, hanem csak önmagával azonos, amikor az identitását keresi, és mesztelenre is akar vetkőzni, mert szegény Tamásban látja azt a lényt, aki már nem lesz semmit számon kérni. Nagyon drámai jelenetnek azt is tartom, amikor már az őrült Lear találkozik a vak, vagy már vakká hát, lett. Igen, hogyha a drámaiság a megindultsággal analóg, hát, ha még akkor... fokozni igen, a drámát, igen. Nem tudom akkor ez mennyire helytálló ez a meglátásom. Igen. Jól gondolom, hogy az még egy kifejezetten kiélezett helyzet, hogy fokozza a feszültséget. Nem, ez egy szadista darab. Szóval ez sajnos egy szadista darab. Szóval Shakespeare elment a végsőkig.
hogy meg sanyargassa a nézőnek a szívét. Szóval egyik megindító jelent a másik után, amiket tényleg nehéz könnyek nélkül megállni, hogyha hitelesen adják elő a színpadon, vagy az ember elég beleéléssel és odaadással olvassa a szöveget. Szóval határtalan megindító a darab, és hát ezért is tartották el viselhetetlennek sokan. És ezért tartózkodtak, hogy nem, ez nem színpadra való, ez túl sok. Miért ajánlanád egy 21. századi olvasónak, hogy olvassa el a Lír királyt? Mi az aktualitása, az üzenete egy 21. századi olvasó számára, szerinted? Ugyanazért, amiért egy 20. századnak, egy 19. és egy 18. és egy 17. századinak, mert mindenkor aktuális. Mindaz, amiről ez a darab szól, mindenkorban aktuális. Hát amire Ben Jonson is utal, ugye, az első fóliónak a méltatásában, ugye, hogy Shakespeare minden koroknak a szerzője. Ő aztán akár előlátta, hogy ez nem csak a 16. 17. századnak a tükre, az, amit Shakespeare felállított a világnak ebben a 36 darabban, most már egy kicsit megszakarodott ez a szám, hanem minden koroknak. Tehát ez annyira gazdag, ez a darab tematikusan annyira gazdag, strukturálisan annyira gazdag, a szövetében annyira sűrű, annyi mindenről szól, hogy a legfinnyásabb ízlésű néző vagy olvasó is talál benne valamit, ami hozzászól, és ami neki szól, és ami róla szól. Egy univerzális darab, tehát tényleg egy kozmikus. Nem véletlen, hogy... Tehát nyugodtan ajánlanád bárkinek, a legnagyobbakhoz hasonlítja. Aki nem olvasta még esetleg a Lír királyt, hogy... Igen. Menjen el egy könyvtárba, és szerezzen be egy példányt, vagy vásároljon meg egy Lír király kiadást, mert akár egy mai embernek is. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki, akiben van elegendő nyitottság, akár a színház, akár az irodalom felé, azt talál ebben a darabban neki szóló a anyagot. Hát ez kinek szól Bach Máté passiója? Tehetné fel Jánkott a kérdést, amikor azt mondja, hogy az európai kultúrtörténet legnagyobb alkotásaihoz mérik rendre, vagy mérhető a Lír király egy Bach hámolmiséhez, egy Beethoven 9. szimfóniához, egy Michelangelo utolsó ítélethez, egy Wagner Parsifalhoz. Tudjuk, hogy A nagyművek az a kortalanok, és hát ha van a kortalan műve Shakespeare-nek, több sok van, de az egyik az biztos, hogy a Lír, és talán többek között pontosan azért, mert annyira komplex, annyira összetett, annyira univerzális, hogy nem véletlen, hogy nincs időhöz kötve. Tehát a Monmouth-féle krónika ugye visszavisz bennünket időszámításunk a 7. században, de a darabból fogalmunk sincs, hogy hol vagyunk. A többi darabban azért nagyjából el tudunk tájékozódni térben is, földrajzilag is, meg időben is. A Lír király az egy időtlen térben és egy tértelen időben játszódik. Annak ellenére, hogy vannak olyan szereplők, akik miatt kitettem ezt a térképet, amit most a hátad mögött látsz, tekintve, hogy Kent és Cornwall a két szereplő, akit emlegettünk, Cornwallt nem is emlegettük sajnos, azért lokálisan beazonosítható helyhez kötődő, tehát a szereplők, ugye Kenthez... London, Dél. Ugye? Igen. Igen, és Cornwall pedig szintén csak az ellenoldal. Igen. Hát ugyanis hát pontosan ez a terület volt abban az időben nem, ez volt a kelta, tehát a kontinentális kelta birodalomhoz legközelebb álló terület volt a keltáknak a birtokában, és ezt a részt is ugye foglalták el legkorábban a rómaiak, amikor megkezdték Britániának a megszállását. Tehát ennyiben Shakespeare megpróbál hiteles lenni, hogy nincs benne egy York, igen. Ugye? Észak-Angliából. Itt azért ez egyértelműen igen. Mint a történelmi játékokban, hanem a legdélebbi részéhez kötődik földrajzilag a neveket illetően a darab. Igen. Hát rengeteg mindenről tudnánk még beszélni. A bibliai párhuzamokról már nem is beszélve a jelenések könyve és végidők, Máté evangéliuma, bekészítettem a részeket, de hát sajnos lejárt a műsoridőnk, és ma nem tudjuk folytatni, de a sorozat az folytatódik, és remélhetőleg a sorozat alatt sikerül majd sort keríteni arra, hogy lehetőleg minél inkább megismertessük Shakespeare-nek az életét és munkásságát a kedves hallgatóinkkal és nézőinkkel.
Nagyon szépen köszönjük, tanár úr, hogy velünk voltál ma, és hogy tanítottál minket. Remélem, a Lír királyról. Mi is elég reméljük, és életmű. Hogyha igen, és hogyha van kedved egy másik dráma kapcsán, akkor szívesen látunk ismét majd a sorozatban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Hallgatóinknak, nézőinknek, nektek pedig a figyelmet köszönjük, hogy velünk tartottatok a Shakespeare sorozat első Lear királyról szóló adásában. Várunk titeket a sorozatban ismét. Minden egyes adásban, ahogy említettük a bevezetőben is, egy-egy drámát fogunk megvizsgálni, vagy hát, hogy mennyire alaposan az egy jó kérdés, de igyekszünk majd rávilágítani a Shakespeare életműre a sorozatban. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is mindenkinek szép hetet kívánunk. Sziasztok!